Jó estét kívánok a Több szem közt magazin műsorunk külön kiadását látják. Ma esti vendégünk Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, akivel a szombati csíkszeredai RMDSZ kongresszusról, a döntéshozó fórum előkészítéséről, valamint annak napirendi pontjairól beszélgetünk. Jó estét kívánok, főtitkár úr! Szép jó estét kívánok! Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Ha jól emlékszem, valamikor a nagyváradi kongresszus előtt annak táján mintegy 100 fős kongresszus szervező stábról beszélt. Most pedig? A nagyságrend az ugyanaz, valamivel nagyobb lesz, mert hát egyharmaddal nőtt a kongresszusi küldötteknek a száma. Ez azt jelenti, hogy egyharmaddal nőtt a ezzel járó problémáknak, megoldandó problémáknak is a száma. Ebben a 100-ban mindenki benne van, a gépkocsi vezetőktől a szállodákban felszerelt információs pontokig, a takarító személyzettől a főszervezőig, tehát ez egy hadsereg végül is, de én úgy gondolom, hogy jól fog működni, és jól elő van készítve minden. Én azt gondoltam, hogy legalább felére adják le, mert nem lesz tisztújítás, nem lesz olyan érdekes kongresszus, mint mondjuk nem élesbe megy, de hát ezek szerint akkor nem. Nézze, a tisztújító és a nem tisztújító kongresszus között az a különbség szervezési szempontból, hogy most nincs szükség urnára, és nincs szükség szavazatszámláló bizottságra, de úgy amúgy minden ugyanúgy minden folyik. Minden ugyanúgy, igen. Főtitkár úr azt mondta, vizuális szempontból 21. századi kongresszus lesz. Mire gondolt? Az RMDSZ egy modern, dinamikus, erőteljes szervezet. Sajnos ez nem mindig látszik rólunk, azonban az RMDSZ kongresszusán éppen erre fektetjük a hangsúlyt, hogy az, aki bemegy a kongresszusi terembe, vagy az, aki a médián keresztül, sajtó keresztül, közvetítésen keresztül követi majd a kongresszus munkálatait, az láthassa, hogy megmutatjuk saját magunkat szervezetként, megmutatjuk Erdélyt képekben, illetve olyan vizuális eszközöket fogunk felhasználni, amiket eddig mellőztünk, kisfilmek, infografikák, bejátszások, dzsingelek, és úgy gondolom, hogy számos más modern elemmel fűszerezve ez lesz a leg 21. századibb, ha van ilyen szó, RMDSZ kongresszus. Például ilyesmit is készítünk, hogy hát amikor Oscar-díj gálán vagy más ilyen jellegű eseményen bevonulnak a meghívottak, akkor a vörös szőnyegen bemennek és fényképezik őket. Hát nekünk, nálunk is lesz lehetőség fényképezkedni egy háttér előtt, amin írja majd, hogy én is itt voltam, RMDSZ kongresszus. És számos más ilyen apróságot tervezünk a küldötteknek, meghívottaknak, sajtós munkatársaknak. És miféle zsűri fogja díjazni majd ezt a munkát? Jó kérdés. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy maradjon mindenkinek egy emlék, hogy ott járt a kongresszuson, illetve aki igényli, azt a saját telefonjával is le fogjuk fényképezni, rögtön a Facebookra tudja ezt feltölteni. Ugye manapság már mindenkinek nagyon okos telefonja van, és az internet kapcsolatot is biztosítani fogjuk. Akár csak az előző kongresszusokra Csíkszeredában meghívták az összes romániai és magyarországi parlamenti pártot, kivéve a magyarországi Jobbikot, és itt a Dandiaconescu pártvezért. Ilyen alapon főtitkár úr talán más pártelnököt is kihagyhattak volna, nem? A népsorból. Nem tudom, kire gondol. Hát, akik nem szeretnek minket, mondjuk ki, mert miért. Van olyan itt Romániában, aki szeret minket? Olyan pártelnök? Jó a kérdés. Én úgy gondolom, hogy minden romániai pártelnök, amennyiben az érdeke, a pártjának az érdeke úgy szolgálja, az diktálja, akkor szeret minket, idézőjelben. És hogyha nem szeret. De az, hogy visszajelzett mind a négy pártelnök, romániai pártelnök, akit meghívtunk, Victor Ponta, Crin Antonescu, Vasile Blaga és Mihály Răzvan Ungureanu, ez azt jelzi, hogy az RMDSZ-re számítanak. Az RMDSZ-re akkor is számítanak, amikor ellenzékben van, az RMDSZ-re akkor is számítanak, amikor egy 70% többség mellett nem jelenleg a mérleg nyelve. Ez nagyon-nagyon fontos visszajelzés, tehát ez nem véletlen, hogy a pártelnökök eljönnek. Egy korábbi
híradásból olvastam, hogy meghívják Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is. Na most úgy hívik, hogy ő nem jön el. Kit küld maga helyett? Lehet tudni már? A magyarországi parlamenti pártok elnökeit hívtuk meg, tehát gyakorlatilag nem a kormányzati tisztségviselőket, de hát mindkét országban, Magyarországon és Romániában is átfedések vannak ebből a szempontból. A Fidesz részéről Rogán Antal érkezik a kongresszusunkra, ő a parlamenti frakciónak a vezetője, egy nagyon fontos, vagy egyik legfontosabb tisztség a Fideszben. Az MSZP részéről Újhelyi István jön el, ő az országgyűlésnek. Ő a régi barátunk, ő mindig eljön. Ő az országgyűlésnek az alelnöke. És hát a KDNP részéről ott elnöki szinten lesz képviselet, Semmilyen Zsolt elnök úr, miniszterelnök helyettes úr jön el. A nemzetközi partnereink közül pedig az EPP elnöke fog egy videóüzenetben köszönteni minket, és hát az RMDSZ tagja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUN-nek, és ez a szervezet is elnöki szinten lesz képviselve, Hans-Heinrich Hansen úr eljön Csíkszeredába személyesen. Szép társaság lesz, de azt se hallgassuk el, hogy élénk sajtóérdeklődésre tart számot ez a döntéshozó fórum. Se tisztúítás, mint ahogy az előbb mondtam, se irányváltás nem lesz egyes sajtóellemzők szerint, politikai ellemzők szerint, akkor mit gondol mégis, miért van ez a nagy érdeklődés? Nézze, két okból. Az egyik általában az RMDSZ iránt megvan egy kiemelkedő érdeklődés, azért, mert a legkiszámíthatóbb politikai szervezete az elmúlt 24 év romániai politizálásnak. Mi vagyunk az egyedül olyan szervezet, amely 24 év alatt nem változtatott nevet, nem változtatott ideológiát. Az összes többi romániai párt valamilyen módon már ezeket a nevét, vagy az ideológiáját, az irányát megváltoztatta. Az RMDSZ ebből a szempontból teljesen kiszámítható. A másik, amiért fontos az RMDSZ kongresszus, hogy az RMDSZ programja szempontjából olyan célokat, olyan irányokat fogunk meghatározni, amelyek a 2020-as távlatokba mutatnak. Hiszen olyan dokumentumokat fogunk előterjeszteni, mint például az Európai Állampolgári Kezdeményezés, az alkotmánymódosítás, Székelyföld tematika, Szórvány tematika, európai parlamenti választások, hiszen az is szépen lassan közeledik, egy év múlva erre sor fog kerülni, gazdasági tematika, amely úgy gondoljuk, hogy a reális problémákon, a reális elvárásokon, a reális helyzeten alapulnak, és a következő időszakra, majd még egyszer mondom, hogy a 2020-as időszakra távlatokban mutatóan programot szabnak meg, akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a mindennapi munkánkat fogja ez meghatározni. És ezzel pár Párhuzamosan természetesen az alapszabályzatban is módosítások lesznek. Gyakorlatilag ezek azok a nagyobb elemek, ami miatt meggyőződésünk, hogy nagy a média érdeklődés. Előre láthatóan 200 újságíró lesz ott, ami egy óriási szám. Persze. Az RMDSZ kongresszusán minden eddiginél nagyobb lesz a küldöttek száma, ennek oka, hogy szavazati joggal jelen lesznek a polgármesterek és a városi alpolgármesterek is. Igen, így van. Eddig az elmúlt 23 évben az első 10 RMDSZ kongresszuson gyakorlatilag 500 és 550 között ingadozott a küldötteknek a száma. Ez most 203-mal megnőtt, mert a polgármesterek, minden RMDSZ-es polgármester küldötti státussal lesz jelen. Mi úgy gondoljuk, hogy az RMDSZ munkájának a nehezét az önkormányzatok viszik, főleg egy olyan időszakban, amikor ellenzékben vagyunk, és azok az emberek, akik nap mint nap önkormányzatisként dolgoznak, szervezik a helyi közösségek életét, ők igenis ott kell legyenek, igenis bele kell szóljanak a szervezetnek a munkájában, álláspontot kell megfogalmazanak a legfelsőbb döntéshozó fórumunknak a munkájában. Tehát gyakorlatilag ezért nőtt meg, mint egyharmaddal a küldöttek száma, meghúztuk a vonalat, 777 küldött lesz. Három hetes, igen. Hogy nem 666, mert az... Világos, értem. Szándék szerint a szövetségi
állandó tanácsban erősítenék az önkormányzati tok képviseletét, valamennyi megyeszékhely polgármestere, jelenleg Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy elöljárója, illetve ahol nincs polgármester, tehát mint Zila, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Arad, Kolozsvár helyet kapnak az alpolgármesterek a testületben is, ugye? Igen, ez egy olyan, ez egyik legfontosabb módosítása az alapszabályzatunknak, és az indoklás éppen az, amit említettem, hogy miért küldöttek a polgármestereink. Hogy ezek a személyek, ezek a politikusok nagyon nagy közösségekre kiható munkát végeznek nap, mint nap, és úgy gondoljuk, hogy ott kell legyenek a Szövetség Állandó Tanácsban az RMDSZ egyik fontos országos döntéshozó testületében. Az RMDSZ operatív döntéshozó testülete a jelenleg 18 tagú és emiatt nehézkesebben működő szövetségi elnökség 9 fősre szűkül. Mi indokolja ezt a leépítést, hogy így mondjam? Nézd, az RMDSZ-nek ugye 2 évente van kongresszusa, 2 évente lehetőségünk van arra, hogy megújítsuk az alapszabályzatunkat, és az, hogy létezik jelenleg egy 18 tagú szövetségi elnökség és egy 24 tagú szövetségi állandó tanács, ez egy kevésbé jó döntés volt ezelőtt 2 évvel, hiszen majdnem ugyanakkor a testületekről van szó, és még a kisebbik is, a 18 tagú is nehezen összehívható, nehéz egy konzultációt, akár telefonos konzultációt lebonyolítani. És éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az állandó tanácsnak a létszámát megemeljük, úgy, ahogy mondottam, az önkormányzatok és polgármesterek, alpolgármesterek bevonásával, a szövetségi elnökséget pedig lecsökkentjük 9 tagúra. Minden fontos RMDSZ testületnek a vezetője benne lesz. Gyakorlatilag tagja lesz ennek a szövetségi elnök, a politikai alelnök, a szövetségi képviselők tanácsának az elnöke, a főtitkár, az országos önkormányzati tanácsunknak az elnöke, a 2 parlamenti frakció vezetője, a volt szövetségi elnök, és így alakul ki ez a kör, ami illetve a területi elnököknek az egyik képviselője, tehát ez a 9, így alakul ki az a kör, amelyik akár egyik óráról a másikra dönteni tud, vagy egyik napról a másikra összehívható, és egy olyan pörgő politikai életben, mint a miénk, de a romániai, erre igenis nagyon nagy szükség van. És ezzel együtt csökkentik a platformok számát is. Azt hiszem, hogy ha jól tudom, 9 platformja működik pillanatnyilag az RMDSZ-ben, és 5-re csökkentik. Igen. Maradnak a kereszténydemokraták, egy szociáldemokrata, egy liberális és egy kisgazda, és egy zöld platform. Igen, ön úgy fogalmazott, hogy csökkentjük a platformok számát. Én úgy mondanám, hogy megerősítjük az ideológiák szerepét az RMDSZ-en belül, a politikai ideológiák szerepét. Jelenleg, ugye mondottam, hogy 2 évente módosítjuk az alapszabályzatunkat, és ami nem működik megfelelő módon, ott megpróbálunk hozzányúlni, megpróbálunk jobbítani. A platformok kérdése az egyik ilyen. 9 platform működik az RMDSZ-en belül, de akár, hogyha születik erre egy döntés, akkor egy hét alatt még 9-et létre lehet hozni. Eléggé laza a szabályozása annak, hogy amit teljesíteni kell ahhoz, hogy egy platformot létrehozzunk. És hogyha ilyen könnyen létrejönhetnek, ha ilyen sokan vannak, ezáltal súlytalanod adnak az RMDSZ-ben. És mi úgy gondoljuk, inflálódik. Így van, igen, így van. Nyilván. És úgy gondoljuk, hogy a romániai magyar közösségnek a nagyobb része jobboldali beállítottságú, kereszténydemokrata beállítottságú, de mivel mi egy társadalomként tekintünk a romániai magyarságra, az ideológiai sokszínűség létezik. Vannak liberálisok, vannak baloldaliak, kereszténydemokraták, még szociáldemokraták, még akkor is, hogyha kisebb számban, mint a jobboldaliak. És hogyha mi akarjuk őket megfelelő módon képviselni, akkor meg kell erősíteni ezeket a platformokat. És a 3 hagyományos platformon kívül, ugye ön említette, hogy a kisgazda agrárplatform is létrejön, ennek az az indoklása, hogy nagyon sokan élnek és tevékenykednek ezen a területen. Persze, ez egy nagyon fontos. Így van, és a zöld platform az megint egy 21. századi lépés. Kik léphetnek be a zöld platformba? Most az RMD, bocsánat, de... Nincsen meghatározva, hogy kik. Gyakorlatilag bárki... Aki nem kapja sehol a helyét, aki nem kapja a helyét a másik 4-ben, az beléphet a zöld platformba. De ezért önök fognak még kritikát kapni. Reméljük, hogyha csak dicséretet kapnánk, az már rég baj lenne. Ja, igen. Jó. Azt is mondta
főtitkár úr a sajtóban, hogy régi mulasztást törlesztenek azzal, hogy megalakul a szövetség női szervezete is. Hát ez tényleg, tényleg azt hiszem, most már elégedettek lehetnek a hölgyek is az RMDSZ, akik politizálni kívánnak. De tényleg indokolt, azért most mindenkitől elnézést kérek, csak ugyan indokolt egy női tagozat létrehozása? Én őszintén hiszek abban, hogy erre szükség van. És az én indoklásom az onnan indul ki, hogy ezelőtt 10 évvel a Magyar Ifjúsági Értekezlet megszervezésekor, kitalálásakor éppen azon dolgoztunk, hogy vagy az volt az indoklása gyakorlatilag a miért létrehozásának, hogy legyen egy olyan felület, legyen egy olyan intézmény, egy olyan szervezet, ahonnan az RMDSZ az utánpótlását tudja biztosítani. És hát azóta az elmúlt 10-11 évben minisztertől kezdve bármilyen központi közigazgatásban dolgozó munkatársig, megyei tanács elnöktől kezdve parlamenti képviselőn és szenátoron keresztül, országos RMDSZ vezetőig, megyei RMDSZ elnökig nőttek ki, illetve 100-ával önkormányzati képviselők, nőttek ki a miértből, a Magyar Ifjúsági Értekezletből olyan fiatalok, akik át tudták venni a stafétabotot, akik folyamatosan bekapcsolódva az RMDSZ munkájába, beépülve a szövetség különböző struktúráiba, mind fontosabb és fontosabb feladatokat tudtak ellátni. A hölgyek esetén nem létezett ez a lehetőség. Létezett egy női platform, azonban úgy gondoljuk, hogy nem volt elég átfogó, nem rendelkezett egy megfelelő országos, vagy legalább erdély szintű struktúrával, és ez az RMDSZ női szervezete éppen ezt a hiányt pótolná. Legyen lehetőség a hölgyeknek bekapcsolódni az RMDSZ életébe, és azok, akik ügyesek, akiknek vannak ilyen célkitűzéseik, akik elnyerik a helyi szervezeteiknek a bizalmát, azok tovább tudnak lépni a nagy politika, kisebb vagy nagyobb politika fele, önkormányzatok fele, szervezeti életben tudnak tovább menni. És igenis, az RMDSZ sajnos egy kicsit későn, de jó, hogy legalább most meghoztuk ezt a döntést. Szerintem Európában mi vagyunk az egyedüli olyan párt, amelyiknek nincsen egy női tagozata, nincsen egy női szervezete. Ezt most pótoljuk, megkezdődött a szervezkedés, több száz hölgy kapta meg a felkérést, akik jelenleg is valamilyen tisztséget betöltenek, hogy csatlakozzon ehhez a testülethez, és ez az idén őszig, szeptember végéig formailag is meg fog alakulni. Főtitkár úr, ugye, mint tudjuk, történt egy árnyékos ügy, ami hát a Borbocsaba ügyére gondolok, mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy önök még mindig fenntartják azt, hogy itt egy időzítés volt, ami az elnök úr meghurcolását illeti? Ezt jól időzítették, idézőjelben? Igen, két dolgot fent tartunk ebben az ügyben. Az egyik, hogy nem véletlen, hogy az RMDSZ kongresszusa előtt, csíkszeredai kongresszusa előtt 2 héttel történt ez az eset. A másik dolog, amit fenntartunk, hogy meggyőződésünk, hogy Borbély Csaba ártatlan. És kitartunk mellett a végsőkig. Én nagyon szeretnék hinni abban, hogy Romániában az igazságszolgáltatás független, de sajnos meggyőződésem, hogy nem az. Meggyőződésem, hogy gomnyomásra történnek a dolgok, a gomnyomásra történnek különböző dossziéknak az útraindítása, vagy visszatartása, gomnyomásra történnek dossziéknak a létrehozása egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra. Az, hogy egy közel 3 éves, de több mint 2,5 éves ügyben éppen a kongresszus előtt gondolták úgy, hogy akkor most valami látványosat kell a médián keresztül felmutatni, valami rosszat, árnyékot vetni, ahogy ön is fogalmazott az RMDSZ-re, ez nem véletlen. És sajnos egy független igazságszolgáltatási folyamatban ennek nem lehetnénk tanúi, és ez nem az első példa. Csak Markó Attila esetét nézzük, vagy a Nagy Zsolt esetét nézzük, és a román pártok szintjén is, vagy a román politikusok szintjén is számos ilyen példa van. Az teljesen egyértelmű, hogy a politikusok nem szentek. Azonban az a kép, amit éppen ilyen cirkuszokkal, éppen ilyen gomnyomásra indított dossziékkal kialakítanak, az már messze túlzás, és messze igazságtalan. Igen, Kovács úr, itt
egynapos lesz a kongresszus. Nem is vitás, fontos kérdések, szervezeti, főleg strukturális szervezeti kérdéseket, alapszabályzatot vitatnak meg, de szóba jön minden bizonnyal, szóba jönnek fontos sorsdöntő kérdések is, mint az alkotmánymódosítás és a régió átszervezés. Na most ezt nyilatkozatok szintén el tudom képzelni, hogy állást foglal a kongresszus ilyen-olyan ügyben, de ezt megoldani nyilván, hogy nem lehet. Ennek a megoldására hatással lehetünk. Hatással lehetünk. Nem úgy, hogy, hogy sarokba szorítjuk esetleg a kétharmados többséget, amire biztos nincs lehetőségünk, de hogyha mi lennénk a mérleg nyelve a parlamentben, akkor akár erre is lehetne lehetőségünk. De mi úgy gondoljuk, hogy a tárgyalóasztalnál az észérveket mégiscsak a bármelyik politikus meg kéne hallgassa. Tehát az egyik csapás, amin dolgozunk, az az, hogy konkrét számokra alapozva a régió átszervezésnél, és a működőképtelenség felmutatására, Románia működőképtelenségének a felmutatására alapozva az alkotmánymódosításnál elmondjuk az észérveinket. Hiszen a kisebbségi törekvéseken túl, mindkét kérdésben, egyértelmű, hogy minden romániai polgárnak hátrányos az, hogy ez a jelenlegi régió felosztást meg akarják tartani, sőt, meg akarják erősíteni azáltal, hogy behoznak még egy negyedik közigazgatási szintet a régiók szintjét, és egyértelmű, hogy megint a kisebbségi törekvéseken túl Románia nem működik jól, azért, mert az intézményrendszere nincsen rendesen felépítve, és az alkotmányban vannak problémák. Nem tudjuk pontosan, hogy az államelnök mennyire játékos, vagy mennyire nem játékos. Ugye, ahogy ő szokott fogalmazni saját magáról, ez a Presidente Giocatore, a játékos elnök, vagy hogy akkor meddig tart az ő hatásköre, hol kezdődik a kormány hatásköre, a parlament az első számú, vagy az államelnök. Ezeket le kell tisztázni, már másképp folyamatosan politikai cirkusz lesz, és ennek a polgárok, az állampolgárok iszák meg a levét sajnos. Elképzelhető, hogy egy szenátori helyjel fog csökkenni, tehát egy szenátorral, kevesebb szenátorral lesz a szövetségnek, ha csak nem írnak ki választást. Mit lehet tudni erről? Tekintettel, hogy Olosz Gergely lemondott szenátori mandátumáról. Lehet erről tudni valamit már? Igen, jogilag az a helyzet, hogy ezzel a teljesen kusza és eredménytelen választási törvénnyel, ugye mindannyian ismerjük, hogy több mint 100-zal nagyobb lett a parlamentnek és a képviselőháznak és a szenátusnak, a képviselőháznak és a szenátusnak az összlétszáma, mindahány egyéni választókerület van. És a képviselőknek és a szenátoroknak a státusára vonatkozó törvény előírja, hogy azok az egyéni választókerületek, ahonnan nem csak egy, hanem több jelölt jutott be, ott, amennyiben az egyik elveszíti a mandátumát különböző okok miatt, nem írnak ki időközi választásokat. És az Orosz Gergely szenátori mandátuma az egyik ilyen körzet, hogy amennyiben érvénybe lép ez a képviselők és szenátorok státusára vonatkozó törvény, akkor valóban az RMDS elveszíti ezt a mandátumot. Azonban, ha a törvény életbe lépése előtt a kormány kiírja az időközi választásokat, akkor azok a választások végig fognak futni. Mi bízunk abban, hogy erre sor fog kerülni. Nem csak ezről az egyedüli körzetről van szó, más helyen is időközi választásokat fog kellene kiírni. Bízunk abban, hogy a kormány nem teketóriázik, nem gondolkozik túl sokat, és a törvény keretei között ezt kiírja, és akkor nem lesz a magyar közösségnek egy szenátorra kevesebb. Főtitkár úr, időnk lejárt. Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt. Kedves nézőink, a Több szemközt műsorunk külön kiadását látták. Viszontlátásra!